A Volánbusz menetrendi adatai 2017 óta bárki számára elérhetőek a Google térképen. Korábban ezek statikus adatok voltak, vagyis a rendszer a nyilvános menetrendi adatbázisból használta fel az adatokat. Rendkívüli helyzetben azonban ez nem tükrözi a valóságot. A mostani évelei újításunknak az az igazán nagy kulcsa, hogy valós idejű információkat közlünk, ami azt jelenti, hogy a busz mozgását követi különböző GPS rendszereken keresztül a Google térkép, így valós idejű információkat láthat már a felhasználó minden eszközön. Tehát asztaligépen, laptopon, okostelefonon és iPhone-on egyaránt díjmentesen. A fejlesztés célja, hogy az utazók napra kész információkat kapjanak, könnyebb legyen az utazás megtervezése, valamint kényelmes és pontos is legyen. A Google térkép alkalmazás megnyitása után már rögtön látható a saját pozíciónk és a közelünkben található buszmegállók is. Szükséges hozzá aktív internetkapcsolat, tehát internet nélkül ez nem fog működni. És egész egyszerűen a Google-ben megkeressük a megálló ikont, a busz megálló ikont, rákoppintunk, és már is megjelennek a járatszámok, a járatszámokra ismét rákoppintva pedig annak a következő indulásai. Végtelenül egyszerű, ugyanez a helyzet a helyközi, vagy országos, vagy úgynevezett távolsági járatokon és a helyi járatokon egyaránt. Sőt, már grafikusan is követhetőek a járatok, igaz, ehhez másik felületet kell figyelni jelenleg az utas.hu weboldal illetve mobil lehet követni akár a buszrajongóknak, akár azoknak, akik szereti grafikusan látni, hogy egy-egy járat merre tart. Ezt úgy kell elképzelni, mint a MÁV applikációban a vonatoknál, hogy az úton, konkrétan a térképen az úton egy buszpiktogram vagy ikon jelöli, hogy az adott járat, jármű merre közlekedik. Ott lehet látni, hogy az éppen milyen járatot teljesít, milyen típusú az a jármű és mi a rendszáma. Tehát ilyen már van ez az utas.hu. A Google térkép erre nem alkalmas, nem is erre való ez a felület. A volánbusz újítása január 4-től érhetően helyi járatok tekintetében Esztergomban, Sopronban, Győrben, Zalaegerszegen, Siófokon, valamint Nyíregyházán. Helyközi autóbuszoknál pedig országszerte követhetjük a valós idejű tartózkodási adatokat.